Ez az óvodás csoport többször kilátogat a pécsi Égervölgybe minden évben. Szülői engedély hiányában arcukat nem mutathatjuk, de kísérőjükkel beszélgettünk. Valami ugyanis hiányzik a völgyből. Nagyon szomorú, hogy a mederbe, a patak mederbe már semmi víz nincs. Egyáltalán teljesen száraz. Régen még hajót úsztattunk itt, régen még volt, hogy ott a végén, ahol van a kis kifolyása a pataknak, még dinnyét hűtöttünk, beraktuk a dinnyét, amikor jöttünk, és semmi nincs, teljesen ki van száradva. Teljesen. Nagyon szomorú látvány. Gyerekeknek se tudjuk megmutatni. Hát elkeserítő. Elkeserítő sajnos nagyon. Egyre több helyen találkozhatunk világszerte azzal a jelenséggel, hogy a kis patakok kiszáradnak. A szakemberek szeretnék felhívni a figyelmet ennek veszélyeire. Ez azért probléma, mert ezek a kis patakok nem csak vizet szállítanak, hanem egy nagyon komplex ökorendszer működik bennük. A benne lévő élőlények különböző folyamatokat végeznek, amelyeknek az eredménye az, hogy ezek a patakok szolgáltatásokat nyújtanak a számunkra. Avarlebontást, klímaszabályozást és egyéb ilyen számunkra láthatatlan, de nagyon-nagyon fontos folyamatot. Ami mindenki számára érzékelhető és talán a legegyszerűbben megfogható, az például egy halastónak a vízellátása. Azt is ezek a kis patakok biztosítják, ha van bennük elegendő víz. Na most, ha ezek a patakok kiszáradnak, akkor ezek a folyamatok megváltoznak, és értelemszerűen a patakok patakok nekünk nyújtott szolgáltatásai is meg fognak változni. Ezért indult el a H2020 kutatási projekt, melynek keretében 16 ország 100 kutatója dolgozott azon, hogy megértsék a problémát. Megpróbálnak olyan megoldásokat, módszereket javasolni, amikkel ezek a hatások mérsékelhetők. Keveset tudunk ezekről a patakokról, ezekről a kis vízfolyásokról, mert ezeken folyamatos vízhozammérés nincsen. Vannak adhok eseti információink természetesen, hogy ez ekkor és akkor éppen száraz volt, de folyamatában nem látjuk azt, hogy mikor száradnak és mikor tűnnek el. Körülbelül 8000 ilyen vízfolyás van Magyarországon, világszerte több százezer ilyen kis patakszakaszról beszélünk, amiről hosszú távú adataink nincsenek. Pont ezt szeretnénk most megváltoztatni, és adatokat gyűjteni olyan módon, hogy ezekről is tudjunk valamit mondani, és ezekről is exakt információkkal rendelkezünk. Ezt viszont belátható, hogy a kutatók kis maroknyi csapata képtelen követni több százezer vízfolyást, úgyhogy itt kérjük a lakosság segítségét, és ezért a projekt keretében fejlesztettünk egy olyan mobiltelefonos alkalmazást, amivel bárki bekapcsolódhat ebbe a programba, és a lakossági kutatói hálózatunk, a Citizen Science hálózatunknak a segítségével értékes adatokat szolgáltathat számunkra. Hogy kell ezt elképzelni? Sétál az ember az erdőben, találkozik egy patakkal, akár túrázva, akár kerékpárral, bárhol lát egy patakmedret, amiben víz van vagy nincs, akkor ott megáll, 20 másodperc alatt fölveszi ezt az állapotot, csinál egy fényképet és feltölti a mi adatbázisunkba. Ez azonnal megjelenik a mi weboldalunkon, a webes adatbázisban a térképen, és szépen a pontoknak a halmazából ki fog rajzolódni az, hogy hol, mikor, milyen kiszáradási mintázatokat kell látnunk, és hol, mely területeken mi a jellemző. De hova tűnik a víz, és mi lehet ennek az oka? Ami nagyon-nagyon hiányzik, azok a téli csapadékok. Tehát nem is tavasszal van a gond, akkor van eső, hanem a téli csapadék hiányzik, és ami nem hullik le, az nem tud felhalmozódni, és nem tudja biztosítani a folyamatos vízáramlást a patakban. Egyébként a hova tűnik, az egyrészt a klímaváltozás irányítja azt, hogy hogyan változik, másrészt pedig az emberi vízfelhasználás is extrém mértékben növekszik, tehát ez is jelentősen járul hozzá ahhoz, hogy néhány vízfolyáson kiszárad. Megfordítani nem tudjuk ezt a folyamatot, amit viszont tudunk, az azt, hogy mérsékeljük a hatásokat. Tehát ha én olyan természetközeli megoldást tudok javasolni, például egy halastó gazdájának, hogy mikor mennyi vizet vegyél ki abból a patakból, hogy ez a vízmennyiség a pataknak is elég legyen, amiben nem marad meg, neked is jó legyen, akkor ezzel biztosítani tudom azt, hogy az ő halastava hosszú távon is képes működni, még a csökkenő megváltozott vízáramlás mellett is. Vagy ha azt tudom mondani, hogy ide most kellene egy műtárgy, ami megfogja a vizet, oda kellene valami, ami nem tereli el, akkor már tudjuk egy kicsit mérsékelni ezeket a hatásokat. Sajnos csodát tenni nem tudunk, megváltoztatni a felmelegedést nagyon-nagyon nehéz, és ahhoz globális akció kell, azt nem fogjuk tudni megtenni, de ahhoz, hogy alkalmazkodjunk, azt viszont a lehető legsikeresebben akkor tudjuk megtenni, ha tudjuk a problémának az okát, és tudjuk azt, hogy hogyan védjük azt ki. Világszerte segíthetjük a mobil alkalmazással a kutatók munkáját. Az adatokból felmérik a hazai és nemzetközi kis vizek helyzetét is, majd különböző megoldásokat javasolnak, hogy több víz maradjon a környezetünkben.